Te szinkronizáltad eddig a legtöbbször Rebel Wilson. Igen, most is. A Hogyan legyünk szinglikben? Most igen, ezt éppen tegnap fejeztük be. Milyen színésznőnek tartod és mennyire szereted a filmjeit? Fú, én nagyon szeretem őt, és nagyon nagy kihívás nekem, mert embertelen váltásokat csinál, és azt gondolom, illetve azt gondoljuk Dóci Orsival, aki a szinkronrendezőm volt legtöbbször, amikor ezt a lányt szinkronizáltam, hogy valószínűleg úgy forgatják, hogy egy csomót benne is hagynak, ami őnek is spontán jön. És ezért nagyon nehéz, mert neked is szinkronként is ugyanolyan spontánnak kellene lenned, úgyhogy ez a Hogyan legyünk szinglik, ez különösen jó volt, és jó kihívás volt, nagyon-nagyon szerettem. Az Agymanók ma meg egy Bánat nevű figurát szinkronizáltál. Hát az elején, amikor bejött, én annyira gyűlöltem azt a szereplőt, azt kívántam, hogy bár meghalna, de a végén azért fordult valamennyit, úgy éreztem, hogy azért változott valamennyit a karaktere. Aha, tehát hogy fejlődött. Igen, de végig ez igen. A melankólikus hang. Hát figyelj, az is, igen. Én nem, hát nyilván a Bánatot senki nem szereti, ki szereti a Bánatot már magát, mint érzés sem szeretjük, mint Bánat, de szerintem azért ellenpontozták azzal, hogy rettentő cukin volt megrajzolva, tehát szerintem tündér volt ezzel a nagy szemüveggel, meg az összes kis kék hajával. Igen, egy ilyen fát hangon beszélt, és ez is különösen nehéz volt, hogy ugye általában színes dolgokat szoktam szinkronizálni, mint például a Rebel Wilson-t is említetted, na ez pont az ellentetje volt tökéletesen. Ráadásul bánatosnak, tehát hogy benne kellett lennie a szomorúságnak a hangomban, ezt direkt kérték, úgyhogy hát remélem, hogy jól sikerül, de arra nagyon-nagyon örülök neki, hogy azt sikerült megkapnom. Jól sikerült, mert kifejezetten köszönöm szépen! Volt. Köszönöm! És mennyi idő telik el egyébként egy hangcasting és a tényleges szinkron felvétel között? Ó, nem sok, de ez attól függ, hogy a casting mennyire volt sikeres a stúdió részéről, hogy első körben sikerült valakit találniuk, vagy még kell. Ugye addig kell nekik küldeniük a hangokat, amíg nem lesz egy megfelelő, aki a megrendelőnek megfelel. Úgyhogy ez változó. Volt még egy főszereped a Big Time Rush című sorozatban. Aha, igen. Hát igen. Az inkább a fiatalabb korosztálynak szól. Nem tudom, neked mennyire jött be? Hát ezzel egyetértek, hogy a fiatalabb korosztálynak szól ez a hogy hívják a High School Musical féle dolog. Hát nem annyira áll közel a szívemhez, de az is egy ilyen vicces, színes dolog volt. Nem tudom, hogy emlékszel még a Futballista Feleségek című sorozatra. Ó, igen! Jaj! Az volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb első szinkron szerepem, Királybíró Sarolta, Isten nyugosztalja, ő osztotta még rám. Az nagyon vicces volt, és igazából én nem tudtam, hogy én ilyet tudok csinálni. Saci drága valószínűleg tudta, és ezért kaptam meg, és az nagyon jó volt, nagyon szerettem. Jó karakter is volt, amennyire visszaemlékszem. Igen, egy ilyen szőke felfújt szájú szilikonbabát csináltam, ezért volt nagyon váratlan, de a Haláli testcserét azt nem követtétek? Amelyiket? Haláli testcsere. Ha, azt nem néztem. Azt is mostanában csináltam, őt a Vági Tibi osztotta rám első körben. Az egy ügyvédnő, az is egy sorozatfőszerep, egy ügyvédnő, aki hát egy ilyen testcseréről szól, hogy egy szőke modellány meghal, meg egy ügyvédnő is meghal, és testet cserélnek. És ez egy 3 évados dolog volt. Az egy ilyen kis dundi, kis gyorsszájú, nagyon pörgős, éleseszű ügyvédnéni volt. Úgyhogy ez nagyon cuki volt. Milyen stílusú filmeket szeretsz szinkronizálni? Ó, mindent, de azt nagyon szeretem például, amikor gonosznak kell lennem. Volt már, hogy én voltam a gyilkos, és az nagyon izgalmas volt. Mert ugye általában mindig a jókedélyű, karakteres, komika, szóval az ilyen ellenpontokat nagyon szeretem. De mindent szeretek, mert jó dolog szinkronizálni. Nagyon jó. Én még egy címet emelnék ki. Na. Volt nagyon régen, talán 10 éve a Liget stúdióban egy rajzfilmsorozat, a Múmin című, amiben az a különleges, hogy egy második magyar változatban szinkronizáltad, korábban Kerekes József volt, aha, és őt váltottad te. Egy igen, fiúnak adtad végül igen, is a hangot. Igen. Mohácsi, ami rendezte azt még ott a Liget stúdióban. Nézd, ő rám gondolt, rám osztotta, én pedig a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni. Nagyon rég volt tény, nem is volt még ennyi gyakorlatom, ugye, az már, mint mondtad, az 10 éve volt. 10 éve volt? Ó, úgyhogy az is egy érdekes feladat volt. Igen. Igen. De amit nagyon szeretek egyébként csinálni, mert az egy Disney rajzfilm, a Mickey Egér játszótere, ahol a Clara Bell tehénkét csinálom, és ott énekelnem is kell, hál' Istennek. Úgyhogy azt énekelni is szoktam, és a hangját is szoktam csinálni, és az egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis munka. Az Orosz Ildi és a Bolba Tamás szokta rendezni a zenei részét. Nehéz szinkronra énekelni úgy, hogy az angol hangsúlyoknak, hát nem a hangsúlyoknak, inkább, hogy a szájmozgásnak megfelelj. Nem, nagyon jó a szöveg, azt hiszem, hogy Szentevajk írja a szövegeket, és nem nehéz, mondom, mert a Bolba Tomival nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És az egy nagyon karakteres figura. És akkor finom voltam. De és Disney, tehát hogy nagyon-nagyon pontosan kell dolgozni, nagyon szeretem. Kívánok neked további sikeres munkát, és nagyon köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És maradj mindig ilyen mosolygós. Köszi.